Sziasztok! A képmutató kandúr. Volt egyszer egy város, úgy hívták Sripur. Annak meg egy Szudarján nevű királya. Élt ebben a városban egy Szahaszradatta nevű kereskedő, ennek a raktárában egyszer fedetlenül maradt egy vajas köcsög. Észrevette ezt a kandúr, és mivel nagyon szerette volna a vajat felfalni, nagy nehezen beleszuszakolta a fejét, de kihúzni már nem tudta. Áthallatszott a raktárból az üzletbe a kandúr verődése, és a kereskedő kíváncsian kutatni kezdte a zaj okát. Végre meg is találta a vajas köcsökbe szorult kandúrt. Ki akarta szabadítani, de nem tudta. Széttörte hát a köcsögöt, hogy a kandúrt megmentse. De a köcsög nyaka nem tört szét, rajta maradt a kandúr nyakán, mint egy imalánc. Amint a kandúr szabadnak érezte magát, nyakán a köcsög nyakával, megugrott és futott ki egyenesen a köles földekre. Ott ezer egér tanyázott. Az egerek, amint észrevették a kandúrt, elmenekültek. A kandúr azonban így szólt hozzájuk. Ne meneküljetek tőlem! Nem kell félnetek többé tőlem, ezentúl nem ölök meg egyetlen sem közületek. Elhatároztam, hogy mától fogva jámbor, istenfélő életet élek. Láthatjátok, itt a fogadalmi imalánc a nyakamon. Jöjjetek kérlek közelebb, és hallgassátok meg szent tanításomat. Az egerek el is hitték, amit mondott. Minden reggel köréje gyűltek, és hallgatták a prédikációt. A kandúr azonban minden nap, amikor az egerek a tanítás végeztével visszatértek otthonaikba, az utolsónak maradót elkapta. A többiek nem vették észre semmit, mert a kandúr igen gyorsan cselekedett. Volt az egerek között két vénséges fény, tekintélyes egér. Udnó és Manikó. A két egér pátriárka szorgalmasan gyűjtögette a kölest a földbe vájt lyukakba, hogy az éhségek évadján se pusztuljon éhen az egér nemzetség. Történt pedig, hogy egy szép napon a kandúr a köztiszteletnek örvendő Udnót találta elkapni. Az egerek észrevették, hogy Udnó nincs közöttük, és keresni kezdték. Nem volt sehol. Erre megszámolták, hogy hányan vannak. Hát az ezerből 100 már hiányzott. Éppen 100 napja hallgatták már a kandúr szent tanításait, 100 nap alatt 100-at kapott el közülük a képmutató kandúr. Másnap egyetlen egér sem ment el a prédikációt meghallgatni. A kandúr hívogatni kezdte őket. Gyertek, gyertek, hallgassátok meg szent tanításomat. Az egerek azonban így feleltek neki. Megismertük a szent tanításodat. Minden hajunk szála égnek áll tőle. Az ezerből már 100 hiányzik, s ez neked köszönhető, ó, tiszteletre méltó szent.